A legalább alapfokú művészeti iskola Mikulás ünnepséget rendezett a délelőtt folyamán az Újvárosi Általános Iskolában, most pedig a Rákóczi úti Általános Iskola aulájában kerül megrendezésre ez az ünnepség. Mire számíthatunk majd? Az összes csoportunk meg fog mutatkozni, mind úgy, mint például a Rákóczi iskola kötelező osztályos néptáncosai, ugyanis ebben az iskolában lehetőség nyílt a kötelező néptánc bevezetésére, így nagyon sok-sok gyerek táncol az iskolánkban, úgyhogy ők is fognak szerepelni, illetve a Kossuth úton is van egy osztályunk, ők is fel fognak lépni, úgyhogy sok-sok gyerekre számítunk, szép számmal itt leszünk ezen a délutánon. A délelőtt folyamán hogy érezték magukat a gyermekek az újvárosi iskolában? Nagyon jól érezték magukat, mindegyik csoport előadta a kis produkcióját, utána pedig fergeteges táncházat csináltunk, volt kézműveskedés és táncház párhuzamosan. Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését a néptánc iránt, akkor milyen formában jelentkezhet hozzátok? A beiratkozás az folyamatosan megtörténhet, mind az iskolai csoportunkban. Van egy városi csoportunk, kifejezetten az iskolásoknak, a Kislélium tánccsoport, illetve az óvodásoknak is van egy külön városi csoportjuk, a Csipogó csoport, és oda is nagy-nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. Hány éves kortól lehet jelentkezni? Hát igazából már a kis csoportosok is részt vesznek a foglalkozásokon, úgyhogy olyan 3,5-4 éves kortól bátran ajánlom mindenkinek.